András vagyok, a Zöldef mérnök és szerelőipari Kft.-nek vagyok a tulajdonosa és műszaki vezetője, ügyvezetője. Mi egy szolnoki vállalkozás vagyunk, áramszolgáltatói múlttal rendelkezünk, idestova 20 éve alapítottuk a cégünket, és gyakorlatilag erős áramú hálózatszerelés a fő profilunk. A településen a régi közvilágítási lámpatesteket kellett lecserélnünk új típusokra, amelyek már ledes fényforrással rendelkeznek, és a teljes települést a projekt lefette. Nyertes pályázó ugye az Elios Innovatív ZRT, mint kivitelező volt, és mi az alvállalkozói voltunk a nyertes félnek, és egy jóváhagyott tervdokumentáció alapján kezdtük el a munkát. A Tungsram Schrader szállította a lámpatesteket, mi pedig a lámpa felszereléséhez szükséges vezetékeket, lámpakarokat, kötőelemeket biztosítottuk, és gyakorlatilag egy előzetes ütemterv alapján egyeztetve az áramszolgáltatóval a lámpákat a hálózatról leszettük, és azzal egyidejűleg az oda terv szerinti darabszámot és mennyiséget, minőséget raktuk fel. Mekkora területet, központot vagy egész várost érintett ez a beruházás? Ez a teljes várost, és még 12 külterületi major, ahol lakott terület van, tehát lakosok élnek kint. Igazából így lefette ez a durván 1300 vagy majdnem 1300 darab lámpa darabszám a teljes közigazgatási területet. Hát én úgy gondolom, hogy egészen más jellegű megvilágítást kapott a település. Ezt lehetett akkor is látni, amikor egy utcaszakaszon még dolgoztunk, egy részét megcsináltuk, és aznap este, ha visszatudtuk ellenőrizni, akkor látványosan jelentős minőségi különbség volt az új lámpa, meg nyilván a még akkor fent lévő régi lámpák között. Egyrészt látványos azért, mert egészen más a színhőmérséklete ezeknek a ledes világító lámpatesteknek, mint a hagyományos, akár a kompaktcsöves, vagy a nagynyomású nátrium fényforrású lámpatesteknek. Hát komoly akadályban nem ütköztünk, egy-két alkalommal találkoztunk olyan helyzettel a hálózaton, amikor nem lehetett azonnal azon az oszlopcserét elvégezni. Azt kell tudni a munkavégzésről, hogy ez egy feszültség alatti munkavégzés volt, tehát a kollégáim erre kiképzett végzettségűek, tehát feszültség alatti munkavégzésre jogosultak, és minden nap az áramszolgáltatónak a központi irodájával kapcsolatban voltunk, minden reggel be kellett jelentkezni a párosnak, és ugye gyakorlatilag folyamatosan figyelték azt, hogy mi hol dolgozunk, milyen területen dolgozunk, és ha bármilyen műszaki probléma volt, akkor azt ugye vissza is tudtuk jelenteni, hiszen a feszültség alatti munkavégzésnél elképzelhető olyan hálózati állapot, amikor a szerelő nem végezheti el a munkát. És akkor ilyenkor értesítettük az áramszolgáltatót, és akkor ők megfelelő időn belül ezeket a problémákat elhárították, és akkor azokra az oszlopokra természetesen visszamentünk később. A mai nap egy olyan műszaki átadás, amikor az üzemeltetést üzemeltetésre átadjuk, tehát a kivitelezésnek befejeződött üzemeltetésre átadjuk a lámpatesteket, jogilag is, hiszen nyilván műszakilag aznaptól vagy aznap estétől már működik, amikor mi ezt felszereljük, de innentől kezdve, ha jól tudom, a Démász fogja üzemeltetni a közvilágítási berendezéseket.